Sziasztok, egy újabb Blu-ray bemutatót láthattok. Igazából ez egy kicsit egy ilyen remaster videó, hiszen korábban a Steelbook kiadásokat láthattok, ezek pedig az új kiadások keretében. Ó, azért még van egy kis sumatokos verziók. Ez annyira nem bontottam még teljesen, hogy rajta van a talán. Na mindegy, elveszettük. A lényeg az, hogy most a Steelbook helyett a sima kiadásokat láthatjuk, ezek ilyen 1000-1500 között voltak, egyébként beszerezhetők, most annyira akciós volt. Ugye karácsony. Ja, Amadeus rendezőjével adott, illetve az Ravi Lawrence. Azért cseréltem le annól a Steelbookot, mert költözés okán esetlegesen hamarosan egy költözés lesz. Sokkal könnyebb ezeket átcipelni, mint ezt a rohadt sok Steelbookot. Ami szép, csak nem praktikus, max akkor, hogyha van egy olyan házad, ahol 50 évig fogsz tudni élni és dolgozni a környéken. Úgyhogy igazából ugyanazok jellemzők rá, mint a Steelbookra. Sajnos csak eredeti nyelven vannak arábiai titkok nyelvű című extrák. Az arábiai lóreszem és képen, ami nem egy nagy dolog. Viszont belülről meghagyták ezt a sivatagos háttérképet, meg az egész jó lemezkét. Viszont nem értem, hogy miért csak disk van, tehát a disk túl az extra változat lenne. Szerintem két lemezbe jött ki, úgy emlékeztem, hogy ez remélem nem az a helyzet, hogy a fél film van csak meg. Pedig az Amadeus, ahol nem volt semmi extra, viszont állítólag egész jól felújították a képet. És ugye a bővített változat 180 perc látható, plusz 20 perc a filmből. Sajnálom, hogy itt belül nem kaptunk semmilyen háttérképet, viszont nem tudom, úgy emlékszem, hogy a Steelbookban nem ilyen volt a nyomtatott kép, úgymond a Blu-ray-en, ez sokkal jobban tetszik. Úgyhogy igazából mindenkinek tudom ajánlani ezt a két kiadványt, főleg ha még ilyen olcsó be tudjátok szerezni, hogy gyakorlatilag ingyen vannak, mind a kettő klasszikus a maga idejéből, és igazán egészen máig. Úgyhogy tőletek, sziasztok!